Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ebben az elmékedésben a mértéktelen fogyasztás helyett az erőlátás témáját szeretném kidomborítani. Néhány gondolatot a gondviseléssel, illetve a helyes előrelátással kapcsolatban. Kígyózó sorok a pénztárnál, kifosztott polcok az áruházakban, verekedés a toalettpapírért. Csak néhány a napokban hallott vagy látott, tapasztalt szánalmas tény környezetünkben. Ebben a vészhelyzetben, emberpróbáló időben első pillantásra akár érthetőnek is magyarázható az emberek reakciója, annak ellenére, hogy semmi sem indokolja a felvásárlási lázat, az önzést, mások letaposását, hiszen a világnak abban a szegletében élünk, ahol az élelmiszerekből sokszor túltermelés van. Valójában azonban a felsorolt jelenségek megmutatják azt, hogy mennyire ösztönös lények vagyunk, sőt, mi több önző módon cselekszünk a különféle határhelyzetekben. Mégpedig azért, mert félünk. Amikor azt tapasztaljuk, hogy ennek a jóléti világnak a máza, amelyben élünk, megrepedezik, valójában valami nagyon fontos dolog hiányzik az életünkből. Ez pedig nem más, mint az Istenre való ráhagyatkozás, az Úrba vetett bizalom. És ez nem kapható az áruházakban, pénzre nem váltható. Ehhez alázatra, önreflexióra, bűnbánatra van szükség. Ha elolvassuk az Ószövetségi Szentírásból a kivonulás könyvét, kiderül, hogy a választott nép pusztai vándorlása során számtalanszor megtapasztalta a nehézségek hosszú sorát. Sokszor hiányoztak az alapvető életszükségletek. És ilyen helyzetben elkezdtek panaszkodni Mózesnek és Áronnak, elkezdtek zúgolódni Istennel szemben, ahelyett, hogy Istenhez kiáltottak volna segítségért. A hiányokat sokszor nagyobbnak vélték, mint Isten kegyelmét. Ennek ellenére Isten minden helyzetből kimentette őket. Egy alkalommal azért lázadtak fel Mózes ellen, mert nem volt mit enniük. Elfelejtették rabságukat, szenvedéseiket, csak a jól lakás vágya hajtotta visszavonna őket Egyiptomba, a rabságba. Ekkor lépett közbe az Úr az égi kenyérrel, a mannával, ami azon a vidéken élő fák termése lehetett. Ahelyett, hogy hálát adtak volna az Úr gondviselő szeretetéért, megtömték zsebeiket, mert arra gondoltak, hogy másnap nem lesz mit enniük. Noha az Úr folyamatosan bíztatta őket, hogy mindig gondoskodik róluk, mégis bespájzoltak belőle, aminek persze meglett a következménye, másnap tönkrement. De Isten újból adott mannát. Ekkor megtanulták, és megértették, hogy az egyetlen, ami megmentheti őket, az Istenbe vetett hit, a gondviselésbe vetett remény. A mi atyánkban azt imádkozzuk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, sőt, elég a mának a maga baja, egy másik helyen nem hullik le hajatok szála, atyátok tudta nélkül, ne féljetek hát. Jézus sokszor bíztatja övéit ilyen módon. A járványból való megmenekülésünk nem a földi javak felhalmozásában, hanem elsősorban az engedelmességben rejlik, világi vezetőink irányában, akik mindent megtesznek azért, hogy csökkentsék a járvány elterjedésének veszélyét. Megszokott életünk most felborult. Önfegyelmet, sőt, önmegtagadást követel meg tőlünk a soha nem tapasztalt szigorú szabályok sora. Nem mehetünk oda, ahová akarunk. Le kell mondani sokszor élvezetet hajszoló, újabb és újabb élményeket kívánó magatartásunk. Ez a rendkívüli helyzet, ami mindnyájunk javát, egészségét szolgálja,
alkalmat teremt arra, hogy megálljunk és emlékedjünk Isten gondviselő szeretetéről, arról a sok csodáról, amit talán észre sem veszünk mindennapjainkban, és amelyekért hálát adhatunk. Fedezzük fel az ő szeretetét, irgalmát, amit nap mint nap megtapasztalunk, intéseit, amelyek biztonságos mederbe terelik az életünket, üzenetét, amely megtanít az emberségesebb életre. Ez a kényszerű pihenés alkalmat ad arra, hogy szembenézve önmagunkkal rádöbbenjünk arra, hogy milyen könnyen elfeledkeztünk az Istenről. Életünk pusztai vándorlása során, vagy ha úgy tetszik, pusztai magányunkban ma is szól hozzánk az Úr. Az Úr igéje értet bennünket, utat és reményt ad számunkra. Az Úr velünk van imádságainkban, elmékedésünkben. Velünk van akkor, amikor megtapasztaljuk a szeretet és összefogás erejét. Velünk van azokon keresztül, akik felelősen vezetik nemzetünket. Velünk van azokon keresztül, akik a betegek és szenvedők szolgálatára szentelik életüket. Velünk van fájdalmas óráinkban, betegágyunkon, a kórházban, a gyászban. Az Úr nem hagy magunkra, mert velünk van minden nap a világ végezetéig, a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki meghalt és föltámadt, hogy nekünk életünk legyen.